Sziasztok! Ez már az ötödik Szelekótya videó két zsinóros sárkányozásról kezdőknek. Az első három epizódban megismerkedtünk a felszállással és a repüléssel, a negyedikben pedig arról volt szó, hogy hogyan szállhatsz le a sárkány megnyomorítása nélkül. Most pedig átvesszük, miként lehet elegánsabban leszállni és újra felszállni. A repülés magas iskoláját nem tőlem fogod megtanulni, de ha kezdő vagy, akkor jó helyen jársz. Először is vegyük sorra a négy alapvető állapotot, amiben a sárkány a földön heverhet. Ha megnézted a második Szelekótya videót, emlékezhetsz, hogy felszállni akkor tudsz könnyen, ha a sárkány a hátán fekszik, az orrával pedig tőled elfelé és szélirányba mutat. A sárkánynak ezt az állapotát hanyatpóznak vagy teknős póznak nevezik, és ha ebbe a pózba érkeztél leszálláskor, akkor csak függőleges be kell húzni a következő felszálláshoz. Még szebb, ha sikerül úgy letenni a sárkányodat, hogy hanyat se feküdjön, hanem a függőlegestől kicsit hátrább dőlve álljon a két szárny végén. Ezt két pont leszállásnak nevezik, mindjárt visszatérünk rá, és innen rögtön a leszállás pillanatában újra felszállhatsz. Amikor úgy fekszik hanyatt a sárkány, hogy közben az orra feléd mutat, annak légi akrobatikában fade az angol neve, magyarul pedig az apálypóz nevet adtam neki. Ha biztos vagy benne, hogy a zsinór nincs a szárnyra tekeredve, és a sárkány fölött fut feléd, akkor ebből a cigánykerék nevű manőverrel át tudsz menni felszálláshoz kedvező helyzetbe. Ehhez emeld meg valamelyik szárnyat, úgy, hogy a sárkány az egyik belépő élen álljon, és az orra a szélablak közepe felé mutasson. Ha kifelé mutat az ablakból, akkor a szél feszítő erejét kihasználva az orrán át lehet billenteni a másik szárnyára. Ha pedig nagyon gyenge a szél, akkor vissza kell engedni a földre, és a fekvő sárkányt más szögbe fordítani a zsinórt húzva, hogy a másik szárnyat tudjad megemelni. Ha most a levegőbe emelt szárnyat a függőlegestől kicsit hátrább engeded, majd pattintasz rajta egyet, miközben a másik szárny zsinórjára ráengedsz, akkor a sárkány átfordul két pont állásba. Vagy ha többet hagytál rá a zsinórra, akkor hanyatpózba. Landolhat még a sárkány hason, orral tőled elfelé. Ezt a pozíciót akrobatikában angolul flare-nek nevezik, magyarul dagálypóznak kereszteltem el. A talajon viszont a kevésbé zengzetes palacsinta névre hallgat. Ha zuhanó repülésből a kezed előrelökésével mented a sárkányt, akkor gyakran palacsintába érkezel, a profik pedig direkt is szoktak így leszállni. Ebből a helyzetből, feltéve, hogy a szárny végre nincs rácsavarodva a zsinór, felszálló helyzetbe ügyeskedheted a sárkány séta nélkül is. Az egyik szárnyat finoman közelebb húzod magadhoz, aztán pedig a másik szárnyon rántasz egyet hátra és az átellenes irányba, hogy az a levegőbe emelkedjen. Kis szerencsével ezután a sárkány két pont pózba vagy hanyat pózba kerül. Ha pedig nagyon ügyesen végezted el a manővert, gyors rántás, mérsékelt ráengedés mindkét kézzel és elkapás a megfelelő pillanatban, akkor végrehajtottad a pop-up, avagy belly launch néven futó haladó felszállást. Amikor a sárkány hassal lefelé és orral felét fekszik, az a hasmánt póz. Ha sikerül a kétpontos leszállás, de nagyon kevés a szél, és a sárkányod hasra akar billenni, akkor mindkét kezedet gyorsan hátra rántva, majd visszaengedve és esetleg utána menve elérheted, hogy egy pillanatra a levegőbe emelkedve kihúzza magát, és két pontba vagy hanyat fordulva essen vissza a földre. Ha viszont már pofára esett a sárkány, akkor akármit csinálhatsz a zsinórral, a sárkány úgy marad. Tapasztalt pilóta erre alkalmas sárkánnyal sima talajon és kedvező szélben esetleg a levegőbe tudja ügyeskedni az elhasalt madarat, mi viszont sétáljunk csak szépen oda, és fordítsuk hanyat.
A fentiek tanulsága az, hogy ha szeretnéd elkerülni a szégyensétát, és profitalajtechnika nélkül újra felszállni a levegőbe, akkor a leszállásnál arra kell törekedned, hogy lehetőleg hanyatpózba vagy két pontba érkezzél. Ezt a legkönnyebben az előző részben megismert életunt kesejű, jobb kedvre derítésével valósíthatod meg, amit akkor vállalj be, ha a sárkány alapvető irányítása már tűrhetően megy. A lényeg az, hogy az ablak szélén földetérés előtt a sárkány orrát fordítsd a zenit felé. Amikor már majdnem függőleges a sárkány tengelye, akkor ráengedve, esetleg szükség szerint néhányat előrelépve, fogd ki a vitorlából a szelet, így a sárkány a két szárny végére fog landolni, vagy hanyatt esik. Ha közel vagy a földhöz, vagy ha nem vagy teljesen az ablak szélén, akkor az égnek fordulásra a legjobb egy toló negyed fordulat felfelé. Ha pedig magasabban repülsz oldalra, vagy nagyon kint vagy az ablakból, akkor ideális egy lefelé induló húzó háromnegyed fordulat. Ha mindez az ablak legszélén történt, akkor érdemes lehet leszállás után átpozícionálni magadat úgy, hogy a sárkány hozzád képest jobban szélirányban legyen. Kedvező szélben és egy kis ügyességgel a sárkányt is beljebb sétáltathatod az ablakba, úgy, hogy egy finom lendítéssel szükség szerint hátrálva felszállsz vele, aztán hagyod, hogy a szél az ablak közepe felé sodorja, és kicsivel beljebb újra leereszted. Ahogy egyre biztosabban és precízebben kezeled a sárkányodat, megtanulhatsz máshol is leszállni, mint az ablak szélén. A leszállás előtti felfelé fordulást végrehajthatod akár oldalra mozgásból, akár zuhanó repülésből. Az utóbbi tulajdonképpen ugyanaz, mint a talajmintavételt elkerülő manőver. Rögtön utána mindkét kezeddel tolsz, hozzá még előre lépsz vagy futsz, és a sárkány már lent is van. Vagy cifrázhatod az ablak szélén végrehajtott háromnegyed fordulást. A húzó visszafordulás ad egy löketet a sárkánynak az ablak közepe felé. Ezért, ha nem hirtelen ereszted le utána, akkor az orrával felfelé mutatva befelé fog siklani. Ez egyébként olyan, mint a sárkány besétáltatása az ablak széléről, csak kihagyod a közbenső leszállást. Ezzel véget is ért a móka mára. Amíg a profi trükkök irányába tovább nem mész, addig a leszállásról ennyit elegendő tudnod. Mehetsz ki a mezőre gyakorolni, márha engedi az időjárás. És ha tetszett ez a videó, nézzétek meg a többit is, aztán ne felejtsétek el lájkolni, feliratkozni, megosztani, stb. Legközelebb sárkányt fogunk boncolni.